Hát nem valami kényelmes, és kérdezhetnétek, hogy miért vagyunk most kukás mellényben, de ez nem kukás mellény, hanem nagyon jó kis vízimentő mellény, azért, mert lesznek vizes dolgok. Én kérdeztem, dolgok. De értelmes, azt nem kaptam, mi vizes dolgok, érted? De itt a stúdióban ülünk, mondjad azt, hogy egy hajót akarsz menni. Egy hajót, de hát figyelj, tudjuk, gumicsónakot. Pincében óriási esőzések vannak, úgyhogy... Bármely pillanatban elönthet minket. Kezdjük. A józsefvárosi esőzés. Ah, meg lehet szabadulni tőle. Hogy is kell? Így? Most hívd le a sminkest meg a fodrászost. A legelső a sajnos egy hát földi esemény. Biztos láttátok már, megpróbáltunk néhány különböző aspektusból összekeresni ezt a beiruti libanoni eseményt. Pont ma hallottam rádióban. Ez nagyon szomorú dolog. És ma, amikor vesszük ezt föl, milyen nap van ma? Csütörtök, és ugye ez egy szombati adás. A hetinetes 152. Elkezdtük elveszteni a fonalat. Szóval már most 60 halottja van. Én úgy tudom, hogy már 100-on fölötti. Csak, akik nagyon serepesültek, tehát az eltűntek. Valami ezrek lakása ment gyakorlatilag nullává. Az, amit ott látunk, az most még... És nem tudom, ugye itt még, csak kezdődik, most ez az. Ez az, ami lefarolt mindent. Valami ilyesmit nyögtek, hogy nagyjából ilyen 10 kilométeres körzetbe törtek ablakok, tehát gondoljunk bele, hogy az milyen légnyomás kell ahhoz, hogy... Fűre káros, hogyha csak 1-2 kilométerre vagyok tőle. Igen. És ezen látszódik a leginkább ezen a második videón, hogy nagyon-nagyon messze vannak, zoomolgat tökre sokat. És azt tudjuk, hogy ez micsoda? Tűzijátékgyár állít. Állítólag, igen. De ugye ne felejtsük el, hogy... És most végig. Szóval, hogy én nem igazán értem, persze távol kellett, hát ki tudja, hogy mi, tehát lehet, hogy tudod, ez olyan, mint nálunk volt az ÉSD játék. Elnézést, az közel kellett, jó? Ja, bocsánat, igen. De igen, egyébként csak nagyon durva. Mindig a Krudinák Alajos jut eszembe, és ő mondta mindig a közel. Igen. Hogy ugye... Krudinák Alajos. Krudinák. Nagyon durva. Hogy a... Mit kezdtem elmondani az előbb? Csak beleszóltál már? Hát, hogy ez a távol kellett, tehát nem tudjuk, hogy. De öreg ember már nem. Nem, hanem nálunk volt annak idején az és gázkészülékgyár. Ugye? Ja. Mert úgy hívták régen, hogy azért volt fég, mert fegyver és gázkészülékgyár, és akkor innentől kezdve ég. Ez nagyon igen, azt mondják, hogy egyébként nagyjából az a rész az úgy néz ki, mintha ilyen Hiroshima. Láttam felülnézeti műhold képet, ez egy félszigeten van, egy kikötőben tulajdonképpen, és azon a részen, ahol ez a gyár volt, egy óriási félhold alakú bemélyedés van, amiben már ott van a víz. Tehát, hogy ott átvette a víz úr ismét az uramot, akkor a luk. Szinte emberi léptékkel elképzelhetetlen méretű. 2700 tonna nem tudom mi volt ott. Ennyi, a számra emlékszem. Az a 2700 tonna eleve bármiből. Eleve a tűzijáték olyan hülyeség. Beton, ha a beton robban föl 2700 tonna, az se jó. Jó, nem beszélhet vele a hülyeséget. Ezt bízzuk szakértők. Így van. Például. Ezt muszáj volt az elejére tenni, szintén majdhogy nem katasztrófa. Mekkorát köptem. Majdhogy nem katasztrófa. Átvehetem most már a hát, beszélt fonalát? Vagy? Igen, természetesen. Jöttünk haza egy ilyen kisebb fajta buliból, képzeljétek el, és az történt, hogy bekanyarodtunk itt a sínen, ott, amit látok képet, szemből jöttünk át. Ez ott a Ferihegyi és legvégi? Igen, ez az Üllői út legvége. És ez a jó fajta autó, ez a Peugeot Citroën, nem tudom csak, ez parkol a sínen. Berlingó jellegű. De úgy, hogy előttünk hajtatott oda, pont az eseményt egyébként ugyan nem láttuk, de a sorompó az úgy kezdett el lemenni, hogy láttuk, hogy az autó az még... Már ott van. Már ott van, meg ott szállnak ki, meg úgy nézegetik, és halljátok, nem tudom nektek elmondani, hogy mennyire buták az emberek. Tehát, hogy az nem jutott eszébe egyiknek se, hogy integessen, vagy valamit csináljon neked? Majd a telefonnal. Integessen? Hogy sziasztok, benne vagyunk a tévében! Jön a tehervonat. És honnan tudtad, hogy honnan jön? Mert általában onnan szokott? Nem, tehát nagyon messzire mind a két irányba el lehet nézni. De mázli. És pont arról jött egyébként, amelyik sínen állnak. Aha. Tehát onnan jött először. És akkor én a telefonomon elkezdtem körözni, meg elé. SOS nyomtál neki? És a következő történik. A vonat sajnos... Az ott az? Igen, nem tudom nektek megmutatni, hogy mi lett volna televágja. Ez most én vagyok már. Már eljöttem a sínről. Már visszajöttél? És itt leüvöltöttük ezeknek a csávoknak a haját, hogy ugyan takarodjatok már az autótól el, mert ők azt hitték, hogy hát majd mindjárt még letolják, meg megnézik, hogy miért áll ilyen kulcsán a kerék. Volt, aztán így a kilincs maradt a kezükben, és pontosan, igen, és nem jutott eszükbe se az, hogy lejöjjenek a sínről. A vonat
padlófékkel, leszállt a vezető, beszélgettünk vele, padlófékkel ennyire tudott megállni tőle, tehát 10 méteren múlt. Jó, az, de figyelj, benne volt a Hiltél a kocsiban, meg én nem fogom adni a szerszámot, hülye vagy? Lehet. Mivel flexelek holnap reggel? Percekig ilyen nagyon durva ferodolszag, ez a szétvágott kuplunk típusú, hogy a vonat felől így jött, és így forró levegő és ferodolszag. És képzeljétek el, hogy igen, tehervonat volt, ráadásul tényleg ides-tova hosszú, úgyhogy volt benne súly. Aha. És egyáltalán azt nem kérdezem, hogy mennyi volt a rakomány, de hát volt rajta, vagy nem tudom, 60 kocsi biztos. És egyébként az történt állítólag, hogy a kormány összekötője eltört itt a remek úton, és oda így befordult. És egyébként tényleg így álltak a kerekeik, hogy kitolni se tudtuk meg semmi. Úgyhogy... Én annyira sajnálom, hogy nincs meg az a felvétel, amikor Gokárban nekem minden évadban mondjuk 3-4-szer törött el a kormány összekötő, pontosan ez, vagy így áll a kerék, és utána így wobbling-wobbling. Mert elég gyenge anyagból volt, és nem szerette, hogyha rámész a körbe. Körbre, a kerékvetőre. Patkasz, kerékvetőre. Én meg szerettem ott azon menni, hát nyilván, hát néha eltört, és akkor vigyázz, előre, vagy akkor fék. De és az mi ez, egy ilyen GLSM-es valami volt? A régén, az egyszerűn, az egy kb. Kisújnál vékonyabb valami, menet a végén, ellenkező menet, azt tekerted be, és utána azt rögzítetted le, hogy azzal állítottad rá az összetartást is. Igen. Hát nyilván ezt is el tudtad. Na igen, eltörtés, és ezt elrepültél. Azt hagyjant, hogy mindig elrepültem, kb. 3-4 év versenyenként elrepültem, egyszer, és egyszer elcsaptam egy operatőt szegényt. Telibet. De ezt meséltem már, nem? Meséltem, igen. Csak még előttem van a kép, hogy és leadták, azt hiszem TV4 volt talán, vagy valami ilyesmi. Ahol elcsapod az operatőt. Ahol elcsapom, de semmit nem látod, csak azt, hogy hallott, hogy Orribának így rám fókuszált, mert a célegyenesnek a legvégén történt. Ez őrült, ez szerencse volt, hogy pont ott egy sikánon kellett átmenni, és az egyik sikánon tört el, tehát én így irányítatatlanul pörögve mentem ki a célegyenes végén. És ő pont a célegyenes végén, pont abban az útban állt, ahol én ott voltam, és átfordult rám, láttam, hogy jött, gondoltam, rémült az arca, majd azt látom, amikor közel érek, hogy húj, minden kék, húj, minden zöld. És őrlete szerencséje volt a csávónak, mert hogy megfordult a gokártam, a hátával találtam el. Aha. Mert az elejével, hogy tudod, ott van egy igen, az lehet, hogy még el is tudja törni esetleg. A háta az meg egy ilyen magasított. Én arra emlékszem, hogy ezt mesélted egy párszor már, és akkor... És akkor... Marha jó, hogy valami cimboránkkal lementek Kecskemétre, és hogy most az bérgokárt ugyan gyors, mert valami 80-100-at megy, de hogy hát azért ezen már mégse ilyen kerékizé van, és mit történt el rajta? Az atommal mentünk le egyébként. Csonkálványt, vagy mit történt, valami tök mást, és ugyanúgy 100-nál elperecet. De az nem bérgokárt volt, hanem mi béreltük ilyen 60 000 forint per napért, és az bérgokárt. Mentünk, nagyon, de bérgokárt. Igen, kiszakadt de maga, 200 köpcent is. A komplet csonk és a kerékkel együtt leszakadt a magáról a lukpát. Na szóval Ákoskára bármikor, ha akartok kölcsönadni egy autót, olyat, amit már nem akartok visszakapni, akkor... Én nyerni akarok, gyerekek, ez nem kérdés. Hát egy, amíg csövönk, de nagyon érdekes egyébként a filozófia, vagy a gondolat, pontosan tudom, hogy mik történnek. Tehát, én ezt hogy tudom. Amikor benne vagy a versenyben, egész egyszerűen minden leborul. Csomószor volt, hogy kimegy az ember a fűre, mert kilökik, és akkor, és tolod neki, így mész a fűrön, és te a padlógázon állsz, mert tudod, hogy nyerni persze, akarsz. Persze, igen. Viszont tudod a gondolat ereje, tehát az, hogy benne volt ez, hogy hát mindig eltörik valami, most is ez lesz. Mint amit meséltem, hogy megragasztottam a kedvenc bögrémnek, azért mondom, hogy kedvenc bögrémnek a fülét, mert nálunk az a rendszer, hogy mindenből csak egy van. Tehát mi nem veszünk szettet, hanem mindenből az asszony keresen tányért, úgyhogy az embernek tud lenni kedvence, mert hát abból csak az az egy van. Na, letört a fülem, megragasztottam, használtam egy hónapig, utána így emelem föl, mondom, de jó bírja a nyele, bár szerintem ennyi kávé még sose volt benne. És mindenem tiszta olyan, meg a villantyűzet, meg na, a többi. Ú, de jó vidám témás a találtunk. Tudod miért? Mert hogy ugye ezek szarok. Ez a kormány összekötő szar, ez a bögre szar. De tudjátok mi még szar? Aha. A felirat a pólón. Egyébként később kicseréltem egy másikra, aminek ilyen hatlapos valami, és sose tört el onnantól kezdve. Nem mondták az öregek, hogy nem azzal a szarral kéne menni, hanem van ott egy drágát. Hát mert spóroltál a tömegen, gondolom legalább négy dekával nehezebb volt, amire kicserélted. Na mi ez? Srácok, akartok ilyet? Mert én akarok ilyet, rájöttem, akarok ilyet gyártani. De nem csináltál egyet ilyet annak idején? Nem, sajnos, nagyon akartam. Több éves projekt. Igen, ez ugye azért szitás valami. Egyszer csináltam egy garnitúra pólót, és egyébként lehet, hogy hogyha ez úgy sül el, ahogy gondolnám, akkor nem tudom, én havonta egy újat kitalálok. Nem tudom, hogy látjátok el már, hogy get it done, legyen már vége, kész, csináld meg. Igen. De ott ha rán egy íjat, akkor ott van egy fehér kis árnyéka. Shit. Hoppá, azt nem tudod.
Get shit down. De azt meg nem akarom. Azt meg értek veled, ennél nagyobb baromság egy böngészőben nincs, hogy miért nem lehet rákattintani és húzni úgy, mint egy kép. Hiszen egy képet jelenít meg. Na, és mi most akkor mi? Hyperes, oké, és... Hyper, és akkor ez lesz rajta, a szita viszonylag jó minőség, lehet, hogy feketén lesz zölddel, meg zöldön feketével, hát és akkor itt a leírásba teszek egy linket, vagy egy Google Form, ha kértek, akkor rendeljetek magatoknak. Előrendelés, és akkor ha van X ember, akkor megcsinálja. Így van. Tényleg mindre nyomjuk, hogy ez meg kell, soha az életben nem kezd neki. Légy szíves, és mit? Egyszer gyártottunk pólót, akkor 40 ezeret egyszerre két napon belül körülbelül, kivágóban meg ilyen flokkoltat, nagyon jókat csináltunk. Lehet egyébként, hogy flokkolt lesz, az is marha jó. Ugye az milyen jó cucc, és jól is bírta a srácoknak jobb, itt. Mint a szita. Az összes, amit eddig láttatok rajtunk, az úgynevezett flok, az egy tulajdonképpen rávasalós matricaszerűség, de van neki egy ilyen kis fél milliliteres plüss. Olyan ilyen Alacantara bevonat. Na, szóval rendeljetek, hadd csináljak. Link ott lenn. Egyébként minden link lenn, tudjátok. A szokásos, tudjátok. Az a 1000 ember, tudom, most csak 1000 emberről beszélünk. Nem igaz, mert ahogy is hívják, 1300 volt a szerdai adás is már, mikor most veszük. Már másnapra. Már másnapra 1300 volt. Nem sírunk. Mert az jubileum. És valaki írta is, hogy úgy sajnálja, hogy ilyen kevés a nézés, de igazából mi akkor ezt a YouTube-nak köszönhetjük, magunknak és nektek csináljuk, úgyhogy marad. Mondom azt, hogy mert így önmagában, hogy egy Modena szarul néz ki, és ráadásul vízben van, és szarul néz ki, mert ugye alapból is szarul néz ki, de miért néz ki neked? 26 évig volt víz alatt. Igen, Amsterdamban képzeljétek el, egyszer ellopták egy, nem bácsának, egy férfi embernek az autóját, és eltűnt. Biztosító szépen kifizette, de maradjál csöndben. De valami sok idő után ráadásul azt hiszem, hogy... Vártok. 87-ben lopták el, és 94-ben fizették ki. Aha, azt már nem is emlékszem rá. Nagyon de lényeg az, hogy nagyon sokáig eltűntként szerepelt, kifizette neki később a biztosító, vett helyette gondolom egy új Trabantot, és ilyet boldogan. Majd egyszer csak búvárok gyakorlatoztak Amsterdam egyik folyójában, ebben a folyóban, és rátaláltak az autóra. Hívták a rendőrséget, azok nem tudták kiszedni, aztán a tűzoltóság, a rendőr, vagy mi az ő búvár tűzoltósága segítségével szépen kiemelték, és tadá! Nagyon durva, hogy és mivel ez egy biztosítási káresemény volt, ez az autó, ez most a biztosítóé. Igen. És a biztosító meg nagyon gondolkodott, hát jó, akkor ezt most ez szar, bezúzzuk, igen. De annyira fölkapta a sajtó, meg közben mém lett belőle meg minden, hogy azt mondták, hogy gyerekeket ennek muzeális értéke lett innentől kezdve, úgyhogy most azon gondolkoznak, hogy hova lehetne ezt egy múzeum darabként kiállítani. Én elgondoltam, hogy szerintem csinálnának neki egy ilyen rohadt nagy plexi, hogy is hívják ott, és csak így kirakni egy a körút közepére. Kirakni egy olyan helyre. Szóval egy ilyen járdaszigetre például. Mekkora dugó lenne mindig. Tök jó lenne. Viszont így nézni az alkatrészeket tökre érdemes, hogy mi csoda lehetett, hogy ugye az a csomagtértető, ami a motortető, az ahol a hátulja, az gyakorlatilag eltűnt, tehát az milyen elrohadt. Szétrohadt, és az valószínűleg zeletett ilyen üvegszálvas erősítésű hát, műanyagos. Biztos, nem, inkább az, ami nem. Tehát a lámpafedél, papír, lökhárító. De hogy? Látod, hogy ilyen szőrös az alja? Igen, tehát, azért durván de az, az nem fém, nem, pont azért gondoltam csak, hogy képzeld el, most lebontottam. Ja, nem biztos vannak rajta a durva műanyag elemek. Hát egy üvegszálas anyagszerűségből, kompozitban, meg mindenből csinálják ezeket a zuhanytálcákat, meg a kádakat, meg egyebeket, és volt egy ekkora repedés az egyik kis lakáson, öcsének a lakásában, és szétbontottuk, hogy egyáltalán mi van alatta, hogy van ráültetve, és nem, lábakon áll, meg tök is valami, de képzeld el, azáltal, hogy ezen a picike kis részen állandóan beszivárgott a víz, megfordítottam, alul, ez az egész ilyen üvegszálszerűségű elősítés, ez így lefoszlott, így le van lógva róla, tehát mintha vízmásosú festéke, vagy a ragasztó valaton sem. De képzeld el, az a rész, ami a zuhanytálcának a közepe, miért egy ilyen 50x50 centis, ami a kemény rész, az fa deszkákkal van odarakva. És a deszkák vannak teljesen körbe. Az jó, mert az jól bírja a vizet. Hát mindaddig, amíg ugye nem éri víz, mert kompozittal körbe van. Igen. Meg műgyantával, nem tudom, mivel csinálják ezt. Műgyantával, nem? Az általában igen. Üvegszárosítás, műgyanta, megint műszer. Így van. Hát a hajókat is, meg a mit tudom én mit is. Szerintem ez a motor még menthető. Ez szerintem azt teljesen jó. Azt a légszűrőt onnan kivenném. Teljesen jó ez. Hát azt cseréljük ki, aztán lehet próbálni indítani. Nézd már meg a következő fület, a kép. Ugyanis pont tegnap előtt lőttem, ezt majd ki kéne takarunk természetesen a rendszámot, mert most ez nem értne. Pont őszülők is, halánték. És nagyon tetszett. És úgy pont az izé alapján néztem, hogy bakker, hát ez pont egy Modena. És nekem egyébként, hát mondjuk az vicc, az a kipufogó. De miért csúnya ez? A feneke nem nekem tudom, innen nekem nézve annyira... valahogy pont nem csúnya.
Igen, de maga az autó összessége az süt róla, hogy ez volt az olcsó. Ugye gagyi. Tehát, hogy ez a gagyi. Igen. Kellett valami. Ami most egyébként ilyen 80-as éve járató autókat lehet venni olyan 30-35 ezer euróért, tehát olyan 10 millió. Igen, nekem az ezelőtt lévők, az a klasszikus 60-as évek, nagyon domborzatos témája, és utána pedig az a 355-ös. Uh-huh. A kettő között nekem az nagyon-nagyon szürke zóna. A 355-ös viszont szerintem az egyik legszebb valaha született Ferrari, pedig ugye az se a csúcsmodell, hanem valahol alatta. Na, csúcsú, susú balancsány. Az nagyon szép. Nyomassuk tovább. Mennyi percnél járunk most így vizanyírásként? Kezded el, hogy 14 perc van hátra, tehát kb. 16 percnél járunk. Hát tényleg jól bevált, hogy nem rövidebbek lesznek az adások, hanem inkább több, egy kicsit olyan beszélgetősebb, meg egyébként. Na ezért kellett ez a mentő mellé, ez az autóír is, de bizony, fok. És fejj rá vele, képzeld el. Na, a videó erről szól egyébként, elmagyarázza, hogy mi történt, fogja a fejét végig, viszonylag tapasztalt pilótáról van szó egyébként. Ugye mi a pilótáknak legfontosabb és egyedüli, talán ilyen unalmas, de mégis kötelezettség minden egyes alkalommal, checklist. Igen. Azaz előveszed a gépkönyvet, vagy ha már kisgépről van szó, és nagyon tudod, fejben végigmész minden egyes kalandot. Igen, ezzel lehetett csak 30-40 tétel csak. Nem, azt hiszem, még annyit sem mondott egyébként. Aha. És képzeld el, egy videót csináltak, marha ugyanolyan jellegű gép egyébként, amiről te már beszéltél. Ez, hogy igen, sőt, egyébként ugyanazok a srácok, csak egy másik. Tényleg? Hát ott álltak az előbb azon a hegyvonulaton, aha, több géppel, és abban az a gép is tényleg volt, amiről már beszéltünk. Tényleg? Azt véletlenül találtam rá. És pont azt mondja a srác, hogy ő leszállt közéjük, és beszélgettek meg mindenféle kis ízével, és csináltak videót, hogy hogyan szállnak le, meg sátraztak ott. Igen, tényleg ő, te is mondta, a sátrazás mutatta. Igen. És egész egyszerűen elterelték a figyelmét ezzel. Aha. Beszélgettek, amikor elindult, még szólt hozzá valaki. És akkor mit nem csekkelt? Ami... Semmit. Jó, semmit! Úgy, ahogy van, a teljes csekket el, és itt most állj meg egy pillanatra. A gép szárnyában elmagyarázta, hogy mi történik, de azért nézzétek meg, mert lehet, hogy esetleg leegyszerűsítem a történetet. A gépnek két szárnya van, mind a két szárnyában benzintartály üzemanyag van. Aha. És az egyik a tartalék, a másik a akármi, és minden egyes alkalommal a pumpát el kell indítani, hogy innen átpumpálja oda, és onnan a motor az már abból kapja, és nem innen. Aha. Elfelejtette. És egész egyszerűen leürült a tank. Aha. Elindult a géppel, még volt benne, pörög, fölpörög, elindul, pararam, hallja, hogy elkezd leállni, adja a gázt, meg mindent, mert leelkezd, megy, de életre kell, majd abban a pillanatban eljut a levegő odáig, a nagy levegő, és már fejre is állt szegényke, és iszonyatosan óriási mázlia volt, képzeld, semmi baj nem lett a gépnek, ugyanis, hogy beleszállt a vízbe, ez egy ilyen fél méter mély víz lehetett csak ott, de a víz letompította valahogy, egy kicsit az előző egyik kerék, másik kerék letompította, majd fejre állt, és beleállt így, de nagyon puha hordalék homok volt. Aha, és föltámasztottak. A közepe szépen letámasztott, az emberek visszatolták, kicsit lesivickodták, megveregették a vállát, és már lehetett is tovább. Egyébként ugyanaz a brigád csinálta azt, hogy azt hiszem aztán be is mutattuk, hogy ilyen homokpadra szálltak igen, le. Igen, és igen, ott igen is volt valaki, ez aki, pont az egyébként, aki onnan száll föl. Pofára esett ott. Igen. És ott annyi volt, hogy ott a légcsavar megsérült, mert ott a nagy kavicsokon áll. De ott is, hogy visszaborították, ne a légcsavar, föl a másik, mert hogy szereztek valahonnan, Anchorage-ból, mert annyira ez kanadaiak. Fura ez, hogy olyan, mint amikor elmegyünk mi a csótány, és 20 évesen visszatűnt, és akkor nekiáll, és a fékcsövet ott a parkolóban, meg majdnem megcsináltad nekem. Igen. A kuplungát. Ja, a kuplungnak a izé. Igen. Fékhez ne azért, az nem nyúlunk, de... Igen. Csak az volt bennem, mert ugye ezen is olaj ment. Igen, ezt mondtam nekik, szerintem ez tök köznapi, és egyébként, hogyha megnézitek, akkor ezen is ilyen rohadt nagy gumik vannak, egyszemélyes, be lehet csapni hátra a sátrat, az go. Tehát hogy tényleg így elmennek. Na, nyaralkodni vele. Lehet. Na itt a vége, fuss el vélem, már csak egy utolsó van. Igen. Ugyanis mindjárt megjelenik a Flight Simulator 2020. Egyébként nagyjából úgy látom, hogy most a Microsoft nem egyértelmű a kommunikáció, hogy most innentől kezdve, mintha Microsoft Flight Simulator pontként hivatkozik rá, mert szerintem az lesz, hogy innentől kezdve majd előbb-utóbb lehet, hogy előfizetéses content lesz, meg olyan tudod, mint a Windows, hogy akkor igen, most már innentől kezdve Windowsnak hívunk. Windows minden... van, és majd frissülget. De találtam egy nagyon érdekes videót, ami végigment a Flight Simulator 1.0-tól, ez már a 2. Ez már 2, hát szép is, látjátok. Hát ilyen nem tudom. 0,5 FPS? 0,3 FPS? Hopp, 0,3. Jó, de ez már... Az nagyon komoly. Nézd csak! Azért 3.0 az már rendes 3D. 3.0, 88-at írunk, tehát már igen, 4 évet ugrottunk az időben. De megjelenik mindjárt, a bétáról már nagyon sok videót lehet látni. Picit lelkendeztél nekem, úgyhogy én is megnéztem egy párat. Elképesztő kinézete van, és majd fogok... direkt szétválasztottuk, hogy...
hogy legyen másik fel is, mert biztos, hogy rengeteget fogunk róla még beszélni, és szerintem valószínűleg csinálok róla külön videót is, amikor megjelenik. Augusztus 18-án fog elvileg megjelenni, és nem az az érdekes benne, hogy bámulatosan, ahogy fest, tényleg elképesztő, hanem ahogy most derülnek ki a technológiáról, a logikákról is, hogy az AI már itt van, nem az, hogy az ajtóban már dübörög, a spájzot próbálja kifeszíteni belülről, hogy ezeket a képeket, itt most megállok egy pillanatra, úgy működik az alap, hogy eddig legalábbis így csinálták, hogy volt egy óriási nagy terület, abban mindig csak egy részt töltött be a program, vagy legalábbis arra fókuszált. Igen, és nagyon látványosan jöttek be a tárgyak. Ugrott, és a felszín tulajdonképpen, amire lenéztél, ha nagyon alacsonyan voltál, akkor katasztrofálisan nézett ki. Hát gyakorlatilag egy textúra volt. Borzalmasan rossz felbontású textúra. Ha felmentél 3-4000 méterre, akkor onnantól lefele nézem, mert egész jó volt, de tulajdonképpen, mint hogyha egy Google térképet így néznél. És ez is egy Bing térkép, de képzeld el, a Bing képei alapján, leszámítva egy-két fontosabb objektumot, mert tényleg rendesen amit megcsinálnak, igen. Minden egyes háznak, kiterjedésnek, meg egyebeknek egy AI megpróbálja kitalálni, hogy mi az, és megtervezni. Tehát felülnézetből, vagy maximum, ami van több van fajta nézet, de abból ők megpróbálják kitalálni az objektumot. És erről szólnak most a videók, hogy mindenki nézi a saját házát, meg ismertebb épületeket, de olyan ismertebb épületeket, amiket valószínűleg nem modelleztek újra, és hát látjátok, a teljes város 3D-ben elforog és mozog. Márpedig ezeket a városokat... Márpedig ilyen állat nincs. Gyönyörű. És leteszed a hajadat, és az egész bolygónk így néz ki. Tehát egyszerűen elkezdtek emberek elmenni, hogy akkor fölmennek Észak-Alaszkába, meg nem tudom hova. Igen, tényleg ez a... Hogy is volt? Nagyon jó pofa, egy csajhoz odamentünk egy információs valamihez, és kérdeztük, hogy lehetne átmenni arra másik szigetre, és hogy hívják az... Izola Bella. Nem, az nem ott van. Tudom, Szicíliában imádom. Van. Igen? És annyira jó pofá volt, hogy beszélt angolul, és mondta a három sziget nevét, most nem úrik be az Istennek se. De tudod, annyira vicces, amikor a franciák azok mindig franciául beszélnek angolul, meg nagyon olaszos kiejtéset, de azért ők tudnak átvenni rendes kiejtést, de ha olasz szóról van szó, akkor onnantól kezdve vége, és mondott a kezdve. Gyönyörű. Szóval teljes mértékig leteszed a hajadat. Nagyon sok hiba van még benne, ezek a béták, ugye? Mindannyian kopaszak lesztek, ha ez megjelenik. Igen? Igen. Hogy még sok helyen például a hidaknak nincs meg a kiterjedése, és ezért bemegy a víz, a híd megy a víz alá, meg autók mozog. Hát gyönyörű. Elképesztően szép. A Temze folyót lehézte, valaki leszállt rá hidroplánnal, és maga a folyó meder meg van szépen csinálva, de a víz kitölti. Tehát a víz az ilyen. Mármint a víz is ilyen. Gödör, together. De minden nagyon szépen lett fest rajta, gyönyörű. És egy tök átlagos gépen egész állítólag. Na ez a legdurvább, amit mondtál, hogy valószínűleg annyira sikerült optimizálni, hogy az ezelőtti verzió vasa simán elviszi. Uh-huh. Azért az nagyon durva. Te nézd már meg a végét az első adásnak, hogy ott nincs több, ez volt az? Igen. Az utolsó, akkor igen. Akkor vége, ne haragudjatok, hol a sípom? Hát elraktuk, hála Isten, de így is alig hallok, hogy csang a fülem, úgyhogy légy szíves. Jövünk. Disztingváljál. Nehéz lesz innentől kezdve elmondani, hogy mindig azt mondjuk, hogy jövő héten, de most már nem tudjuk, mikor jövünk, de nem sokára, mert minden ezbetűs napon jövünk. Igen, nagyjából 4 nap múlva. Fambatom. Körülbelül 4 nap múlva. 3,5-4 nap múlva. Minden szerdán, minden szombaton este. Jöttünkre kelet felől, számítsatok. 6 órakor. Hájpa, sziasztok. És te nyomhatod.